Ukrajna soha nem mond le a Krímről, és az ott elkezdődött háborúnak a félsziget felszabadításával kell véget érnie, jelentette ki Volodymyr Zelenszky elnök az augusztus 9-i éjszakai videóüzenetében. Oroszország Európa egyik legveszélyesebb helyévé változtatta a félszigetet, amely mindig is Európa egyik legjobb helye volt, és lesz is. Oroszország nagyszabású elnyomást, ökológiai problémákat, gazdasági kilátástalanságot és háborút hozott a Krím-félszigetre, hangsúlyozta az államfő. Egyben hozzátette, hogy folyamatosan a félsziget felszabadításának képletén dolgoznak. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму. Az oroszok Ukrajna és az egész szabad Európa elleni háborúja a Krím-félszigeten kezdődött, és annak felszabadításával kell befejeződnie. Ma nem lehet megjósolni, hogy ez mikor fog megtörténni, de a Krím felszabadításának képletét folyamatosan bővítjük. Elindítottuk a Krími platformot, amely a félsziget felszabadításával kapcsolatos munka kulcsfontosságú diplomáciai platformja. A Krími platform idén is működni fog. Már készülünk a csúcs találkozóra, hangsúlyozta az államfő. Zelenszky elmondta, a legfontosabb, hogy továbbra is támogatjuk Ukrajna fegyveres erőit, a hírszerzést és mindenkit, aki az ország felszabadításáért és az orosz invázió visszaveréséért küzd. Egyben hozzátette, az orosz invázió kezdete óta több mint 26 ezeren részesültek állami kitüntetésben. Életbe lépett az EU azon terve, amely szerint az Ukrajna elleni orosz invázió okozta gázválság kezelésére 15%-kal csökkentenék a gázfogyasztást az Európai Unió területén, számolt be a Evropejska Pravda. A tervet jóváhagyó uniós rendelet hétfőn jelent meg az EU hivatalos heti lapjában. A határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tekintettel az Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra, a gázellátás biztonságát fenyegető közvetlen veszélyre, ennek a határozatnak sürgősen hatályba kell lépnie, áll a közleményben. A döntésről két héttel ezelőtt 27 uniós ország állapodott meg azzal a céllal, hogy az Európai Unió növelhesse gáztartalékait a várható kemény tél előtt. A határozat értelmében az uniós országoknak mindent meg kell tenniük a gázfogyasztás legalább 15%-os csökkentése érdekében augusztus és jövő év márciusa között. Néhány EU ország kivételt képez, amelyek a keresletcsökkentést önkéntes alapon végezhetik el. A dokumentum ugyanakkor lehetőséget ad az Európai Tanácsnak ellátásbiztonsági figyelmeztetés kezdeményezésére, amelyet követően kötelezővé válik a gázigény csökkentése. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy véli, Európának ezen a télen fel kell készülnie a legrosszabb forgatókönyvre az orosz gázszállítást illetően. Robbanások történtek kedd délben az Oroszország által ideiglenesen megszállt Krím-félszigeten, a Novofedorivkában található katonai repülőtéren. A közösségi oldalakon a helyiek azt írták, hogy már több mint 10 robbanás történt. Novofedorivkától 20 kilométerre is remegtek az ablakok, és megszólaltak az autóriasztók. Mihajlo Podolyák, az elnök tanácsadója Twitter bejegyzésében hangsúlyozta, a Krím nem maradhat a terroristák katonai támaszpontja, ezért a Novofedorivkai robbanások csak a kezdetet jelentik. Podolyák közölte, az Oroszországi Föderáció demilitarizálása a globális biztonság biztosításának szerves részét képezi. Hozzátette, hogy a Krím-félsziget jövője az, hogy a Fekete-tenger gyöngyszeme egy egyedülálló természeti adottságokkal rendelkező nemzeti park és a világ üdülőhelye legyen, nem terroristák katonai bázisa. Ukrajna tengeri kikötőjéből a Gabona folyosó 9 napos működése alatt több mint 370 ezer tonna mezőgazdasági terméket exportáltak, számolt be az Ukrán tengeri kikötők adminisztrációja. Ukrajna kikötőit eddig 12 hajó hagyta el, egy pedig Csornomorszkban kötött kirakodás céljából, áll az adminisztráció közleményében. Augusztus 9-én reggel további két hajó hagyta el a Csornomorszki kikötőt, összesen 70 ezer tonna élelmiszer rakománnyal.
Olekszij Vosztrikov, az ukrán tengeri kikötők adminisztrációjának vezetője elmondta, a terveknek megfelelően haladunk ambiciózus célunk felé, ami havi több mint 3 millió tonna élelmiszer exportálása Odessa kikötőjén keresztül. A tervek szerint Nagy-Britannia csatlakozik az ukrán egészségügyi rendszer helyreállítására vonatkozó terv végrehajtásához. Szakemberei egyben készen állnak a tapasztalatcserére a rehabilitáció területén dolgozó kollégáikkal, számolt be az RBK Ukrajna az egészségügyi minisztérium sajtószolgálatára hivatkozva. Olekszij Jaremenko egészségügyi miniszter helyettes elmondta, a britek jelentős mennyiségű humanitárius segélyt adtak át Ukrajna számára, többek között 60 mentőautót és több tízezer tonna fontos gyógyszert és orvosi felszerelést. A nemzetközi partnerek rendszeres humanitárius és pénzügyi támogatásának köszönhetően egészségügyi rendszerünk túlélte ezt a több mint 5 hónapos nehéz háborút, hangsúlyozta a tisztviselő. Elmondása szerint az egészségügyi minisztérium jelenleg az egészségügyi szektor háború utáni újjáépítéséhez hozzájáruló nemzetközi partnerek bevonásán dolgozik. A tárca vezető hozzátette, az egészségügyi szektor helyreállításának folyamatában való részvételen kívül a brit szakemberek készek a tapasztalatcserére ukrán kollégáikkal a rehabilitáció területén. A kormány határozatot készített elő a költségvetési kiadások 270,2 milliárd hrivnyával való növeléséről. Közölte Jaroszláv Zseleznyák parlamenti képviselő, számolt be a korrespondent.net hírportál. A kiadások nagy részét a honvédség szükségleteinek kielégítésére fordítják. A tervek szerint a pénzügyminisztérium tartalék alapját 715 millióval növelik. Ezzel a 2022-es költségvetés teljes kiadása 2633 milliárd hrivnyára nő, ami 75%-kal több a háború előtt tervezetnél, jegyezte meg a parlamenti képviselő. Egyben hozzátette, a megnövekedett kiadásokat újabb külföldi hitelfelvételből fedezik. A pénzügyminisztérium adatai szerint a háború kezdete óta az állami költségvetés finanszírozására 805,3 milliárd hrivnyát, azaz 26,95 milliárd dollárt fordítottak. A külső bevételek 13,87 milliárd dollárt tesznek ki, ami a teljes finanszírozás 51%-a. A pénzügyminisztérium egyben az államháztartási hiány jelentős csökkenését jelentette be. A júliusi adatok szerint a hiány 4,8 milliárd hrivnya volt, a júniusi 134,9 milliárd hrivnyával szemben. Ukrajnában megnő azon családoknak járó kompenzáció összege, akik az őszi-téli időszakra befogadják a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket. Az összeget a fűtési szezon kezdetével növelik meg. Az állam havonta több mint 100 millió hrivnyát költ erre a programra, nyilatkozta Olekszij Csernyisov, Ukrajna kistérségi és területfejlesztési minisztere a Szuszpilninek. Nem csak az állam különít el forrásokat, vannak nemzetközi partnereink is, akik ezen költségek egy részének fedezésében segítenek nekünk, hangsúlyozta a tárcavezető. A támogatás igényének több feltétele van. A lakhatásnak ingyenesnek kell lennie, és a lakástulajdonosoknak nem lehetnek közüzemi tartozásai. A program lehetőséget biztosít a kommunális szolgáltatások költségeinek kompenzálására. Ma ez az összeg személyenként 450 hrivnya. Tudjuk, hogy előttünk áll a téli és fűtési szezon, és a költségek növekedni fognak. Ezért azt tervezzük, hogy megduplázzuk ezt az összeget, ami körülbelül 900 hrivnya lesz, összegezte Csernyisov. Magyarország humanitárius program keretében 2017 óta támogatja a kárpátaljai gyermekek nemzetiségüktől független immunizációját. Azóta a magyar kormány több mint 500 millió forint értékben adományozott vakcinákat Ukrajnának. Ez a program is egy nagyszerű példája annak, hogy hogyan tudnak az ukrán és a magyar emberek együtt dolgozni. Erről Bacskai József főkonzul beszélt Ungváron, ahol 6000 adag tuberkulózis elleni oltóanyagot adott át Viktor Mikitának, Kárpátalja kormányzójának. A 8 millió forint értékű szállítmányból jut majd minden kárpátaljai gyermekkórháznak, fogalmazott a főkonzul.
5 évvel ezelőtt a Kárpátalja megye vezetése megkereste a magyar kormányt, hogy segítsünk gyermek oltóanyagok biztosításában. Akkor egy programot indítottunk el, ez 5 évig tartott, ennek keretében összesen 111.700 darab oltóanyagot hoztunk különböző gyermekbetegségekre, a gyermekbénulástól a mumpszon át a TBC betegség elleni védekezéshez nyújtottunk segítséget. A mostani alkalommal az utolsó elemét hoztuk el ennek a programnak, 6000 BCG oltást, amit ma adtunk át a kormányzó úrnak. Ezzel ez a program sikeresen lezárult. Kárpátalja katonai és politikai vezetője köszönetet mondott az adományért. Fontos, hogy a külföldi partnereink továbbra is támogassanak bennünket, fogalmazott Viktor Mikita. Az 5 éves program alatt sokféle vakcinát kaptunk Magyarországtól, többek között COVID-ellenest, most pedig a tuberkulózist megelőző oltóanyagot. Nagyon fontos Kárpátalja lakosságának az immunizációja. Ennek biztosítása elsődleges feladat, még a háborús helyzetben is. Ebben Magyarország segít nekünk, és a korábban elindított program keretében tartva szavát leszállított mintegy 800.000 hrivnya értékben oltóanyagot, amit mi eljuttatunk a megfelelő intézményekbe. Azok a honfitársaink, akik kénytelenek voltak elhagyni lakóhelyüket, és átmenetileg Kárpátalján tartózkodnak, jogosultak az egészségügyi ellátásra, tehát a vakcinációra is. Ezt az oltóanyagot is igényelhetik, hiszen az itt tartózkodó gyermekeket nyilvántartásba vettük az iskolakezdés miatt. Ez az oltás nem kötelező, de ha igénylik, természetesen megkaphatják. A vakcinákat a megyei infektológiai kórház hűtőraktárába szállították, innen osztják szét majd a gyermekkórházaknak. Kárpátalján augusztus 15-éig kell elvégezni az oktatási intézmények és óvodák óvóhelyeinek felmérését. A légiriadó esetére kialakított menedékhelyeknek meg kell felelniük a szaktárca ajánlásainak és Ukrajna polgári védelmi kódexe normáinak. A Nagydobronyi kistérség 6 iskolájában és 4 óvodájában a katasztrófavédelem szakértőinek bevonásával zajlik az óvóhelyek kialakítása. Mai nap is itt vannak a katasztrófa védelem munkatársa, és ellátnak minket tanácsokkal. Minden intézetünkben megoldott, vagy intézményünk környezetében van olyan épület, ami megfelel a feltételeknek. Most tegnap sikerült éppen homokot vásárolnunk, a héten homokzsákolás, amit tudunk megoldunk, ahova homokzsákot kell tenni. Homokzsákot fogunk tenni, ahol be kell falaznunk, ablakokat, ajtókat ott befalazzuk. Az intézményvezetők kiveszik a részüket komolyan ebből a munkából, elvégre az ő munkájukról van szó. Ha az intézményük nem kap engedélyt a katasztrófa védelemtől, akkor bizony nem fogjuk tudni kinyitni, és az online oktatás azt tudjuk, hogy mit ér, szinte semmit. Lássuk be a gyerekeknek, úgyhogy mindenképpen a vegyes oktatás és a jelenlét oktatást kell megoldanunk, és úgy tűnik, hogy jól állunk, minden intézményünkbe beindul szeptember 1-én az oktatás. Ungváron, illetve Nyugat-Ukrajnában megnőtt az ingatlanok ára, a bérleti díj is jelentősen emelkedett. A hirdető oldalakon havi 50-60 ezer hrivnyát is elkérnek egy tervező által felújított, bútorozott kétszobás lakásért. Tucatnyi ilyen hirdetés van, ám az ingatlan szakértők elmondása szerint ez inkább a tulajdonosok szeszélye, mint sem piaci trend. Az OLX-et én mindig a szeszélyek honlapjának neveztem. Az emberek azt mondják, 30 ezret kérek bérleti díjként, hát ha összejön. Igazából minimum 3-3 szobás lakásunk van készleten havi 20 ezerért. Ha megjelenik egy olcsóbb 15 ezerért, azonnal elviszik, ezért egyszerűen nincsenek olcsóbb bérleti díjú lakásaink. A szakértők arról biztosítanak, hogy valójában a piac önmaga szabályozza az árakat, és nagy kereslet esetén nem lehetnek alacsony árak mellett. Viszont a lakások bérleti díja átlagosan megduplázódott. Ha valaki nagyon olcsó lakással találkozik, és a telefonbeszélgetés során a pénz átutalására kérik, ez csalás.
A csalók általában alacsonyabb árakat ajánlanak, ezért abban az esetben, ha az árak mindenhol 15 és 20 ezer hrivnya között mozognak, és ön egy 10 ezres ajánlattal találkozik, ez már az első vészjelzés, hogy valami nincs rendben. Oda kell menni, és meg kell nézni az objektumot. A háború elől menekülők közül sokan úgy tervezik, hogy itt maradnak. Ezért az ingatlan piacon megnőtt a lakások iránti kereslet. Az új építésű házakban lévő lakásokba még befektetésre van szükség, ezért többnyire a helyiek vásárolják meg. A Kárpátaljára érkező személyek leginkább a kész lakásokat vásárolják meg, amelyeket már nem kell felújítani. Maximálisan lakhatóak. Számukra ez egy új város, lényegében egyfajta stressz helyzet alakult ki, mert nem saját akaratukból jönnek ide. Még egy mosógép vásárlása is félelmet vált ki bennük, ezért ha a lakás mindennel el van látva, és nem baj, ha nem újak a bútorok és a háztartási gépek, sokkal könnyebb nekik. Az üzemanyag, az építőanyag drágulása és az árfolyam ingadozások miatt az új építésű épületekben is megnőtt a lakások ára. Ungváron az építtetők 550 és 1000 dollár között kérnek négyzetméterenként. Ez az áremelkedés nem spekulatív, elsősorban gazdaságilag indokolt, állítják az ingatlan szakértők. A COVID-19 okozta világjárvány erősen próbára tette a 21. század oktatási rendszerét, azonban a kárpátaljai iskolák a járvány leküzdését követően sem lélegezhettek fel, hiszen az orosz-ukrán háború kitörése is óriási hatást gyakorolt az oktatásra. A kialakult helyzeten igyekezett javítani a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, és létrehozta a Határtalanul nyári iskola programot. Az alapvető tantárgyak elsajátítása mellett a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek az interaktív foglalkozásokra is. Ebből a célból hívta meg a Dédai Általános Iskola táborának vezetője, Körösi Barbarát és terápiás kutyáját, Doxát. A több mint egy órás előadáson a kisdiákok megtanulhatták, hogyan viselkedik egy ebb, ha veszélyt érez, milyen helyzetben közelíthető meg, továbbá hogyan lehet trükkökre tanítani őket. A négylábú főszereplő és a gyerekek is élvezték a feladatokat. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a Körösi Barbara eljöjjön a kutyaterápiás foglalkozásra, hogy a gyerekeknek egy élmény legyen, hogy ismerjék meg ezt a foglalkozási módszert is, és elsajátítsák ennek a tudományát úgymond, amennyit ebben az egy órában én úgy gondolom, hogy nagyon szívesen vettek a gyerekek, és nagy élménnyel töltötte el őket. Ismerjük Barbarát, tudjuk, hogy mennyire sokat foglalkozik azokkal a gyerekekkel, akik különös fejlesztésre szorulnak, és nagyon szerettünk volna egy kis bepillantást tekinteni mi is, mint tanárok ebbe a foglalkozásba, és a gyerekeknek is nagy élményt jelentett. A Győzelem művészete címmel nyílt jótékonysági kiállítás a Boksai József Kárpátaljai megyei Szépművészeti Múzeumban. A kulturális projekt célja az ukrán fegyveres erők támogatása és az Ungvári Tudományos Múzeum létrehozása. Három évvel ezelőtt a Tudományos Kisakadémia múzeumot hozott létre Kijevben, Ukrajna első állami, interaktív, modern tudományos múzeumát az Expo Centerben. Azt követően az volt a tervünk, hogy Ukrajna különböző régióiban építsünk ilyen központokat. Ungvár az első között jelentkezett. Az Ungvári Nemzeti Egyetemmel közösen kiválasztottuk a helyiséget, a Juventus mozit, mi kidolgoztuk a projektet, és már a finanszírozást is megkaptuk. De sajnos a háború felülírta terveinket, de mi úgy gondoltuk, hogy nem várunk. Mivel fel lett függesztve az állami finanszírozás, más módon oldjuk meg. A projektet támogató festőművészek felajánlották festményeiket. A kiállítás 90 ukrán művész, mintegy 200 alkotását mutatja be. A szerzők között vannak népi és érdemes művészek, a kárpátaljai, a kijevi és a harkovi festőiskola képviselői is. Kiadtuk a Győzelem művészete katalógust, amely két részből áll. Az egyik a kárpátaljai művészeket mutatja be, kezdve a nagyokkal, mint például Kontratovics Soltész, Prihotyko, Sepa. A festői Ukrajna címszó alatt pedig Ukrajna egész területén alkotó művészekkel ismerkedhetnek meg. Árpolitikánk nagyon lojális. 2000 hrivnyától kezdődően minőségi, jó alkotásokat vásárolhatnak. Például sok festményünk van,
van, amely a poltavai régiót mutatja be. 100 000 hrivnyáig híres festők alkotásai vásárolhatóak meg, mint például Szemán Ferenc vagy Iván Márcsuk. Vagyis az alkotások minden ízlésnek megfelelőek, és a pénztárcákhoz mértek az árak is. A kiállítás keretében a szervezők ünnepélyes keretek között mutatták be a jótékonysági projektet. Az alkotások eladásából befolyt összeg egy részét a 128-as hegyi rohamdandár szükségleteire, a másik részét pedig az Ungvári Tudományos Múzeum felújításának befejezésére fordítják, amely interaktív gyermektérré válik Ungváron a technológia, a tudomány és innováció népszerűsítésére. Az egyetem mintegy 700 négyzetmétert biztosít kiállítási tárgyakra, a laboratóriumra. Jelenleg az Ungvári Tudományos Központ felújítását fejezzük be. Az élet azt mutatja, hogy szükségünk van mérnökökre, tervezőkre, építőkre, rakétaépítőkre ahhoz, hogy erős fegyveres erőkkel, nagy teljesítményű technikával rendelkezzünk. Láthatják, ma ez a gyakorlatban is működik. Az érdeklődők a katalóguson kívül elektronikus változatban is megismerkedhetnek az alkotásokkal. A kiállítással egybekötött vásár legkevesebb egy hónapig tekinthető meg a Boksai József Kárpátaljai megyei Szépművészeti Múzeumban. Szakmai tapasztalatcserére és baráti beszélgetésekre egyaránt lehetőség nyílt a Tokaj hegyaljai táján megrendezett kulturális filmek fesztiválján. Az eseményen olyan magyarországi és határon túli filmesek vehettek részt, akiknek alkotásai az előzőleg meghirdetett online filmversenyen a legtöbb közösségi aktivitást érték el. Idén olyan maximum 5,5 perces portréfilmek versenyeztek, amelyek a magyar kultúra értékeit tovább éltető személyeket mutatnak be, akár Kárpát-medence és a diaszpóra helyi magyar közösségeiben. 42 darab jelentkezés lapot töltötte ki, ebben a 42-ből körülbelül 30 volt az, amik elfogadható volt, mert elég szigorú versenykiírás volt, és ebből a 30-ból, mint mondottam, a közösségi oldalon a közösségi szavazatok alapján lájkolást, illetve megosztást értünk rajta, bekerült 20 darab film a zsűri elé, és a 20 darab filmből a pontozások alapján 4 zsűritag, 4-szer zsűrizet, 1-től 10 pontig bekerült 10 film tájára a döntőbe. Tehát akik itt vannak, 10 alkotó, 10 film, azoknak az alkotói, azok már biztos, hogy döntősök, azok már biztos, hogy kapnak valamilyen díjat. A TV21 Ungvár munkatársai több alkalommal is részt vettek a versenyen, ahol mindig szép eredményt értek el. A mostani sereg szemlére 3 filmmel neveztek. A döntőbe jutott produkciókat a fesztiválon a Koltai Gábor filmrendező vezette 4 tagú zsűri értékelte. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azokat a filmeket szeretem, amik érzelmileg megfognak, tehát nem csak az értelmemmel hatnak, hanem az érzelmeimmel is hatnak, akkor tudom igazán magaimjá tenni azokat a gondolatokat, amikben ezek az etüdőkben megfogalmazódnak, és akkor tudok bizonyos felismerésekhez jutni. Az a közel 20 kis mozi, ami ebbe a mostani válogatásba bekerült, ezek túlnyomó többsége engem, mint néző, azt gondolom, hogy segít ebbe, és ez egy nagy dolog, és én ennek örülök a legjobban. A 4 napos rendezvény során a filmesek számos szakmai megbeszélésen vehettek részt. Többek között előadást tartott Kollarik Tamás magyar filmdíjas, Bánfi Miklós díjas producer, filmrendező, valamint Bugya Sándor, Csokonai és Balázs Béla díjas érdemes művész, MMA tag is, aki hasznos tanácsokkal látta el a versenyzőket. Én nem látok minőségbeli különbséget tavaly vagy tavaly előtthöz képest. Azt látom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hogy az emberek ilyen mini tudósításokat küldenek az életről, a világból, az emberekről, és ez szerintem ennek a filmszemlének a legfontosabb üzenete, hogy ebben a Kárpát-medencében legyen az határon túl vagy határon belül, olyan emberek, olyan portrék készülnek, olyan emberekről, akik valami pluszt tesznek hozzá a társadalomhoz, és érdemes őket nézni. A Kulturális Filmek Fesztiváljára számos határon túli magyar lakta vidékről érkeztek versenyzők.
Magyari Tekla és kollégája Simó Csaba, székelyudvarhelyi tévések eddig minden évben megmérettették magukat a filmes találkozón. Idén három miniportréval jutottak a döntőbe. A szakmai megmérettetésnek, az évünk termésének, a mustrájának van egy egymást motiváló hatása is. De bennünket is inspirál látni, hogy mivel foglalkoznak a többiek, milyen technikai megoldásokat alkalmaznak, mi történik a nagyvilágban, mi történik Kárpátalján, mi történik Felvidéken vagy a Vajdaságban. Tehát bennünket is érdekel, egymást szerintem ösztönözzük is, de jó érzés megmutatni azért azt is, hogy mivel foglalkoztunk az eltelt egy évben mi, vagy annak néhány darabját megmutatni. A díjátadó ünnepség áldásvétellel vette kezdetét, amelyet a helyi Szent László római katolikus templomban Szabó Attila plébános, plébániai kormányzó celebrált. A résztvevők ezt követően vonultak át a rendezvény helyszínére, ahol az est folyamán kiderült, kik érdemelték ki idén a legjobb portréfilmért járó elismerést, valamint a jelenlévők megtekinthették a győztes alkotásokat is. A 8. kulturális filmek fesztivál. A zsűri döntése alapján az első helyet Magyari Tekla és Simó Csaba Csibészek patrónusa című portréja nyerte. Debreceni Kamilla és Balla Béla, a TV21 Ungvár munkatársai pedig Sárba ragadva című alkotásukkal érdemelték ki a második helyezetnek járó díjat, de a film még külön díjban is részesült. A Kulturális Filmek Fesztiválján a kárpátaljai kollégáinkkal már nem első ízben mérettetjük meg magunkat. Ez egy csodálatos lehetőség arra, hogy az anyország és a Kárpát-medence összes tudósítójával, nemes alkotóival, filmeseivel találkozhassunk, nagyon jó eszmecserét futtathassunk le, megoszthassuk egymással tapasztalatainkat, esetleg problémáikat, és így segítünk egymásnak is. Az idei fesztiválra idősebb Hidi Endréről készítettünk egy portréfilmet. Kárpátalján nincs is olyan település, vagy nincsen olyan család, akinek a házafalán ne lógna ott egy Hidi kerámia, úgyhogy számunkra ő egy nagyon fontos ember, és ezt akartuk bemutatni, hogy ő mennyire ápolja a kultúrát, hogy mennyire szerényen, vidáman, olykor viccesen, és az ő saját kis életbölcsességeit, ahogy megosztja másokkal, az szerint remélhetőleg átjött a filmen is. A versenyen külön díjas lett Kovács Géza, Berecki Tamás és Vas Tamás kollégánk, az Örökség kötelez című kisfilmje, valamint K. Debreceni Mihály, Vas Tamás és Bakos Csaba alkotta Kijevi Magyar című miniportré is. Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár vezérigazgatója az eredményhirdetést követően értékelte kollégái teljesítményét. Nagyon örülök, hogy szinte valamennyi alkotás, ami nevezett valamilyen díjban részesült. Másrészt meg nem örülök annak, hogy a tényleges alkotók nem tudtak kijönni a háborús helyzet miatt ide, hogy személyesen is részesei legyenek ennek a nagyszerű rendezvénynek, és találkozhassanak a kollégákkal, akiket már több mint egy éve nem láttak. Az ilyen összejövetelek azért is jók, hogy új kapcsolatokat építesz. Természetesen, amit ilyenkor el kell mondani, hogy tanulsz egymástól, meg tudod, hogy ki, hogy közelít egy témát, azért nem mondom most már a műszaki fejlettséget, mert valamikor, amikor mi kezdtük, akkor még azt kérdeztük, és te milyen technikán dolgozol, és te hol szerezted be? Mondd is, neked ilyen mikrofonod van? Tehát érdeklődtünk, mert szerte ágazó volt. Most mindenki rendelkezik már olyan, hát nem beszélve erről a kütyűről, amire volt olyan film, ami ezen készült. Többek között, hogyha már a TV21 Ungvárnál maradva, a Bakos Csaba például a filmjének egy részét ezzel forgatta le, nem beszélve azt a rendezőt, akit ő bemutatott, szintén a vágóképeinek egy részét hasonló felszereléssel készítette. Úgyhogy nagyon fontosak ezek a rendezvények. A Seregszemlére benevezett alkotások a Kulturális Filmek Fesztiválja YouTube csatornáján tekinthetők meg. A Rákóczi Főiskola felvételt hirdet az alapképzésben óvodapedagógia, tanító, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, kémia, informatika, pénzügyek, bank és biztosítás, turizmus, számvitel és adóügy, valamint magyar, ukrán, angol, német szakra, míg a mesterképzésen magyar, ukrán, angol, biológia, számvitel és adóügy, földrajz, történelem és régészet, matematika, tanító és oktatási intézményvezetés szakra. 2022-ben a Főiskola
főiskola tanári szakjára csupán motivációs levél benyújtására van szükség a jelentkezéshez. Az alapképzésre július 29-e és augusztus 23-a, mesterképzésre augusztus 16-a és szeptember 15-e között. További információk a www.kmf.uz.ua honlapon.